Na, sziasztok fiúk, lányok, az én nevem Frimi, üdvözöllek titeket a legújabb Pokémon GO videómban. Amit ígértem az előző videón végén, a következő állomásunk Győr. Amint látjátok, itt is vagyok. Ez itt a győri árkád, pedig az árkád melletti parkolóban. Itt nem messze van egy tér, a Batthyány tér. Ott láttam pár pokéstoppot. Oda fogunk elugrani, dobunk le pár lúrt, és megnézzük, hogy mi lesz belőle. Igazából semmi helyismeretem nincs így Győr szempontjából, szóval a mai kis városnézésünk elég érdekesnek ígérkezik. Tartsatok velünk! Mi itt is vagyunk a Batthyány térnél. Itt két lúrt is le tudunk dobni egymás mellé. Szerencsére már valaki ledobott az egyikhez egyet, szóval nekem már csak egyet kell belúroznom. Hát ha a két pokéstopból jön valami faszak is Pokémon. Lehuppanunk ide a padra, amit látjátok, itt dugig van minden. Van hova ülni, nem lesz baj vele. Csak itt be kell kanyarodnunk balra. Na jó van. Nekiülünk akkor, és reménykedünk. Na, lenyomtam ide a pokéstophoz a lúrt. Hát az első Pokémon, ami megjelent, az egy Vártortul. Szóval ezt egyből be is zabáltassuk egy kis málnával. Nyomatunk neki pár ultrabolt. Muszáj lesz. Ó, ez még így is piros, basszus. Ajjaj, ebből tuti kijön, mert nem Great Throw volt. Hát szurkoljunk. Egy, kettő, rohadj meg. És kijött. El ne szaladj. Akkor megint egy mána. Hadd zabáljon a kicsike. Megpróbálunk egy Great Throw-ot dobni. Ejj, kicsúszott. Ajjajajajajajaj. Nehéz játszva, és ki is jött, rohadék. Hát? Nagyon harcos már, mérges. Hát ezt mögögé dobtam, gratulálok. Nézed már, na! Hát hova bénázok? Na most meg betámad. Nem adja magát könnyen. Főleg ha a felét mellé dobálom. Kettő, és három, megvan. Nagyon fasza. Hát ez kellett. Igaz, hogy a Blastoise-tól még nagyon messze állunk, de azért egy XL-es Vártortul mindig jól jön a háznál. Na jó, itt is van a két belúrozott pokéstop, mint látjátok. Várjuk a további jelentkezőket. Sikerült találnunk egy jó kis padot, ahonnan mind a két pokéstopot elérik. Az egyik ez ugye belúroztam én, a másik már be volt lúrozva. El is telt szépen itt a fél óra, igazából a Vártortulon kívül. Utána fogtam még Horsit, Krabbit, Gastlikat, de mind ilyen kicsi cépés volt. De most a lúr végére bedurrant egy brutális nagy drózi. 833-as drózi, ekkorát még nem is fogtam. Megpróbáljuk elkapni, el is fogjuk. Nyomattunk rá egy ultrabolt, mert ebből azért már olyan kemény 1600-1700-as hitmód szerintem össze lehet hozni. És meg is van. Jól van, fasz. Akkor ez is megvan. Közben megjelent még egy. Azt is elkapjuk, hogyha már így felkínálkozott. Ez csak egy 276-os. Nézzétek a dagat, hogy ugrál. Benyomottunk egy Nice Throw-t. Reméljük, benn marad. Igaz, annyira nem lényeg, mert van vagy 300 Rosy Candy. Úgy gondoltam, hogy most, hogy így végeztünk a parkba, ideje volna a Gastlimat továbbfejleszteni. Ami egy 550 CP körüli Gastly. És összegyűjt annyi Candy-m, hogy tudunk belőle csinálni egy Gengar. Úgy fogom csinálni, hogy először ezt a Gastlyt felpower-upolom, úgyhogy 125 candy maradjon, majd utána fogjuk evolvolni Gengára. Ez a Gastly olyan 75% IV-s, a támadásai is egész jók, szóval remélhetőleg egy eléggé brutális Gengárt fogunk belőle kapni. Ha gyorsan itt előkeresem a nagy arzenálba, hol is van? Itt is van. 539-es ugye a Gastly, 77-es az IV-ja, az már ide van írva, mert kiszámoltam,
190 candy-n van. Hát abból azért nyomatunk egy kis power up-ot. 11-et power up-olt rajta, az elég így gyatra. Csak beadja a kibón, nem tudom mi ez a hülyeség, hogy így átváltogat miután power up-oltam, nem tudom, hogy mi miatt van ez, ez a frissítés óta, hogy power up-olsz eljött a Pokémonon, és átvált egy másikra. Értelme nem sok van. Igazából 125 candy-re van szükség ahhoz, hogy power up-oljuk Gengarra, neki meg van 184, szóval ezt újra feltoljuk maxra. Kicsit sok Stardust-ba kerül, hát kit érdekel, van elég. Eddig ugye nem is nagyon power up-olgattam soha, amit láttátok a videóim során se, sőt, szinte semmikor, mert úgy voltam vele, hogy megvárom azt a pillanatot, amikor igazából szükségünk lesz a power up-ra. Fejlesztünk még rajta egy kicsit. Végeztem is a power up-pal, a végére egy 636-os gázlit sikerült összehoznunk. Na hát akkor ezt most kivolvoljuk. Szerintem brutális Gengar fogunk belőle kapni. Már szikrázik is a kicsike, még nem volt ilyen, hogy gázlit kivolvolja. Remélem azért. Már ezres körüli Hunter fogunk belőle kapni. Itt is van már nyelvvel a kicsike. 1112-es Hunter. Há. Jó, hát akkor nyomassuk a Gengar. Szurkoljatok. Itt van. És itt a Gengárunk. Milyen szaltót levelt a kis pufi, mi? Ez kemény lesz. Megyünk is valami gymbe, kipróbáljuk valamit. Nyomatni kell. Egy új Pokémon is a Pokécodexünkbe. 1692-es Gengár. Ennél jobb nem kell szerintem. A támadásai Sucker Punch és Dark Pulse. A Dark Pulse az nem a legjobb, de... nekem eddig nagyon bejön. Jól van. Akkor irány is az első gym. Muszáj kipróbálni ezt a Pokémont. Remélem be fogja darálni őket szépen. Na hát akkor irány a gym. Sétáltunk épp a Batthyány térről visszafele a kocsihoz. És ahogy sétáltam bele, ütköztünk egy kis abrába. Ezt mindenképp el kell kapni, mert ott felénk, János Somorja, Mosonmagyaróvár környékén még sose láttam abrát igazából. Nagyon ritka. Szóval muszáj őket gyűjteni, mert kell a kadabrához és az alakazamhoz a muníció. Hát akkor kapjuk is el. Nyomunk rá egy spin throw-t. Great lett. És lefogyott a játék. Tök jó. És meghalt. Újraindítjuk, és akkor reménykedünk benne, hogy itt lesznék valahol a kicsike. Na sajnos az abra nem lett meg. Na mindegy, majd legközelebb, pedig jó lett volna. Vissza is sétáltunk gyors a kocsihoz, és megyünk tovább a Győr plázához. Remélhetőleg ott majd találunk egy gymet, ahol kipróbálhatjuk a Gengárt, az zúzunk vele egy kicsit. Majd akkor ott találkozunk. Na sajnos ellenséges gymet nem sikerült találnom. Találtam itt egy misztikes gymet, ami level 6-os. Úgy gondoltam, ezt megpróbáljuk felhúzni level 7-re. Dobok be én is egy Pokémont, és reméljük a legjobbakat. Azért eléggé combos kis gym. Amint látjátok, van benne két Vaporeon is, egy Snorlax, a Hypno, Vibroom, és még egy Hypno. Na hát akkor essünk neki. Executor rajálja először. Tehát én mindenképp ki akarom próbálni az újdonsült Gengárunkat. Tudom, hogy a Hypnók ellen éppen pont nem a legjobb, de nem érdekel. Teszteljük. Akkor hadd szóljon. Szuper effektívek vagyunk egymás ellen. Húha.
hipnó, az kicsit keményebb, mint a gengár. És ennyi volt. Hát ez eléggé gyorsan megette. Jó. Semmi gond. Remélhetőleg más pokémonok ellen kicsit jobban be fog válni. De akkor elérkeztünk az utolsó csatához, és ezután level 7-es is lesz a gym, és be tudunk dobni majd egy pokémont. Na hát akkor nyomjuk le. Igazából olyan kemény az első hipnó, hogy a Vileplume-ba már bele se tudok karcolni, miután leöltem a hipnót. Semmi gáz. Igazából az Exekutorral nekiesünk. Megpróbáljuk szépen ledarálni. És akkor utána kiválasztunk egy pokémont, ami méltó lesz ehhez a gymhez. Nagyon kemény ez a gym. De ez a hipnó, hogy hogy darál, nézzétek! Az Exekutorom se egy kis nátszál, de ez a hipnó olyat belever, brutális. Nem is a pszichosokkot, persze nem tudok előre elugrani. Meg folyamatosan spavnolja a pszichosokkot, érted? Nyomatunk neki még egy végső Solar Beam-et, az megfekteti. És akkor most jön a Vileplume, de hát ebben meg már semmit. Olyan pengeleveleket nyom, hogy szép hasít igazából. Ennyi voltam. De meg lett a gym level 7-es. Most dobunk be egy pokémont. Megnézzük, mi a legnagyobb pokémon benne, hogy az CP-s. Itt is van 1696-os Vaporeon. Itt a legnagyobb. Hát bedobom ezt az 1735-ös Flareont. És akkor mostantól ő lesz a gym ura. Level 7-es gym, hát lesz dolguk az enemiknek, hajrá, lehet csépelni. A mai videónkat egy 10 km-es tojással zárnám. Hát nagyon jó volna valami Lapras vagy Snorlax, mert azok igencsak hiányoznak a kemény magból, hogy legyen mivel darálni a gymeket. Hát reméljük valami hasonló lesz belőle, nézzük akkor. Egy elektrobaz. Hát ez csodálatos. Igazából nem sok használt vesszük, mert van már egy 1400-as Jolteonom, az azért szerintem rossz. Na nem baj, majd kipróbáljuk pár gymcsatával. Ha tetszett a videóm, srácok, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Facebookon is tudtok már követni, és Instagramon is. Ezeknek az elérhetőségét megtalálhatjátok a videó alatt. Szépen ott a kis linkek, rákattoltok, és ott is tudtok követni, hogyha további infókat szeretnétek. Ennyi lett volna akkor mára a videónk, jók legyetek, sziasztok!